Közös út 20. évfolyamában lépett, Közös út 2-3-dalom, ez a mi lapunk, és a 20 év óta megjelenő vezércikkeket gyűjtötték egybe, és ennek az a címe, hogy összeülelkezett sorsunk. Most vállalták és kiadták. Ennek nagyon örülök, mert ez kortörténeti dokumentum. Azok az emberek, akik részt vettek ebbe a cigány mozgalomba, Daróczi Ágitól, Csolin keresztül, Jigó Jenő, Aladár, Bencsik Gábor, Bátori János, és sorolhatnám tovább, ezek az emberek mind találkozzanak egymással, üljenek le és beszéljék meg. Van mit beszélni. Európai rangra kell emelni a cigányság sorsát, és polgárjogot kell, hogy nyerjen. Mi vagyunk Európa legnagyobb kisebbsége. Persze gyorsan hozzá kell tennem, amit nem szívesen mondok, hogy a rendszerváltás vesztesei is, de nem szeretném, ha Európa Unió vesztesei is mi lennénk. Én azt mondom, hogy kiművelt embertőkre van szükség, és nagyon örülök annak, hogy Magyarországon most már több egyetemet végzett fiatal van, paradigmaváltásra van szükség, átkadni a stafétabotot, de egyeseknek nehezük lesik. Kiknek megy nehezen ez a stafétabot átadása, és vannak-e arra érdemes személyek, akiknek át lehet adni? Nem szeretnék embereket megnevezni, de itt vagytok ti. Ez a utánunk jövő generáció. Tudjátok, okosak vagytok, szépek és az enyémek. Ide kell jönni, és dologodni kell. Be kell bizonyítani, hogy egy nemzetnél sem vagyunk a lábon. Ebben a Ketanodrom, az az újság, amit te szerkesztesz, mennyire tudott segíteni, vagy miben tudta szolgálni a magyarországi cigány társadalmat? Több évtizeddel ezelőtt több lap indult. Szegény Osztolykán Béla most fentről nézle ránk, ő alapította a Kalipét. Balog Attila a cigányfúrót, Zsigó Jenő az Amárodromot, utána jött az Lungodrom, stb. Ma már egy lap maradt, a Ketanodrom, a közös út. Nem adom föl. Én még azok közül való vagyok, itt maradt őskövület, hogy meg kell jelenni ennek a lapnak, és én azt mondom, hogy ha nem is napi lapra, de legalább egy heti lapra lenne szüksége a legnagyobb hazai kisebbségnek. Aki nem érzi, hogy ez neki kötelessége, és harcolni kell érte, oda kell menni, és meg kell teremteni a lehetőséget, a feltételeit. Ha igény van rá, biztos, hogy lesz Magyarországon heti lap, havi lap is több cigány újság. A cigányság nem tud saját erejéből helyzetbe kerülni, tehát segíteni kell neki. Mert kötelessége a többségi társadalomnak segíteni bennünket. Kiknek szól most az újság? Én azt hiszem, hogy mindenkinek. Ez a híd szerepét vállalta, cigány nyelvű, ebbe mindenkinek írunk. Eljut minden egyetemre, minden intézménybe, minden közösségi házba, minden minisztériumba. És jön a visszajelzés, hogy olvasnak bennünket, és nagyon jó lenne, ha havi vagy heti lap lennénk. De hát ezt a pénzt is össze kell koldulnunk rá, mert ha nincs állami támogatás, akkor nem lesz közös út.